hetes. Heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Jó estét kívánok otthon, itt a stúdióban ülőknek is. Ez a heti hetes szombat este van az RTL klubban is. Az évezred utolsó előtti, vagy valamelyik az utolsó közüli műsora, mármint a heti hetes műsorai közül. Az egyik néhány utolsó. E-mail. Te tudsz már valamit? Én már hallottam. Ja, jó. Nagyon jó a műsor, minden szombaton megnézem, csak az a baj vele, kár, hogy nem hívtok meg népszerűbb embereket. Első vendégem Bajor Imre. Őt követi a sorban Gálvölgyi János. Hernádi Judit. Merebes Pista. Havas Henrik. Farkasházi Tivadar. Egy bátortalan próbálkozásom azért lesz még egyszer. A múlt heti adásból még valaki nem ismerné. A Heineken pályázatot meghirdettük, ezen a héten is megpróbálom elmondani. Remélem, hogy belekeveredek. Biztos. A Heineken pályázat győztesét szilveszteri adásunkba közjegyző előtt sorsoljuk ki. Ezen a pályázaton minden 18. életévét betöltő néző részt vehet. Levélben vagy e-mailben várjuk egymondatos, hangsúlyozom, egymondatos válaszukat a következő két kérdésre. Az első kérdés, amennyiben a Földön kívül léteznek intelligens lények, mit üzenne nekik, miért érdemes meglátogatni a Földet? Tehát ez az első kérdés. A második kérdés pedig, amennyiben a meghívást elfogadja a Földön kívüliek valóban eljönnének, mit hozzanak magukkal, ami az emberiség javára válhat? Még egyszer hangsúlyozom, egy mondatot kérünk szépen. Ezt levélben vagyunk. Annyit tud a Jenő felolvasni, tehát. Tehát aki részt vesz ezen a millenniumi játékon, az még... Millennium. De ezt már múlt héten is millenniumnak mondtam. Mondom, hogy millennium. Tehát aki részt vesz ezen a... Szeretném, ha a kormánytagok is megtanulnák, azért súlykolom, hogy ők is azt mondják. Tessék. Tehát aki részt vesz ezen a millenniumi játékon, na, ugye, megyek. És szerencse is mellé áll itt a közjegyző mellett, akkor az egy 2 millió forint értékű kétszemélyes 10 napos floridai luxusutat nyerhet, amelynek keretében ellátogathat a NASA központjába. Nem azért nazális a hangom most. Egy e-mail érkezett egy tizen... A NASA központja egyébként Houstonban van, ott Cape Canaveral van. Szerintem az állandó nézők azok körülbelül most már kisasolták, hogy itt sorrendbe szoktam bakizni a hírek közt, de azt gondolom, hogy a csütörtök hajnalban történtek, az fölborította ezt az egész menetet, mert hogy csütörtök hajnalban, hát az első hír, ugye felrobbantották a Teddy kocsiját. Ez egy hír. Vagy felgyújtották, vagy felrobbantották? Bocsánat, nem kocsiját, hanem a Suzuki-ját. Könnyű bátornak lenni, egy Suzuki-ban, nekem Volvo-n van. Majd azt is föl fogják lopatni, várjál. Még egyszer-kétszer idejössz, és akkor majd téged is fölgyújtják. Most nem, hogy azok ilyen dezinformációkat, hogy felrobbantották, meg felgyújtották, kigyulladt. Kedves üdös bácsi, olyan jó volt reggel, azt mondja, jaj, Farkasházi, olyan szerencsém van, magam elé akartam parkolni, de aztán máshova álltam. Nem, ez valahogy úgy lehetett, hogy a merénylők azt mondták, azt mondták, te ez a Farkasházi, ez már begyulladt? Azt mondták, még nem. Azt mondták, akkor kigyulladt. Szerencsé van, mert holnaptól parkolási engedély van a utcába, most avatták az automatákat, úgyhogy ez engem hát nem érint. Hát a szavut leszórod, azt mondja, na, el ne lopják reggelig. Egyébként nem túlságosan sok ilyen mocskolódó levelet kaptam 20 év alatt, a legjobb az pedig volt. Pedig megérdemelt.
Olyan 10 évvel ezelőtt valamit rosszat mondtam a bányászokról. Jött egy levél, rendesen címmel aláírással, a következőről szólt. Tisztelt Havas úr, mocskolta a bányászokat, ezért én most kihívom egy nyílt ökölharcra. Verekedjünk meg Tatabányán a bányásznapon a piac téren. Tisztelettel aláírás. Alatta. Most jut eszembe. Ha ne adj Isten, ön volna az erősebb, akkor se volt igaza. De régi szép idők, én még az Iza uráért kaptam a pofámra. Annyi levelet, hogy ez nem emberi. Meg a Rózsa Gyuriért. Hát most, hogy elmúltak ezek az idők? Meg a Rózsa Gyuri. Orbán Viktor... Már annyiszor mondtuk neked, Orbán Viktor, nem lehet így mondani. Orbán Viktor, Csikán Attila helyett Orbán motor... Orbán Viktor... Picit, itt halld meg a bocsánat. Orbán Viktor, Csikán Attila helyett Matolcsi Györgyöt kérte fel a gazdasági mennyire minisztérium irányítására. És így már szép a hír, hát ez az látom. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma élén Hámori József utóda egy ősfideszes Rockenbauer Zoltán lett. A kormány szóvívő elmondta... Hexameter Rockenbauer. ...hogy a professzorok helyett gyakorlatiasabb szakemberekre volt szükség. Sinkum is nyugdíjba megy, gyerekek. Gyönyörű volt, gyönyörű, nem most... szívesen gratulálunk, de tényleg szép. Lehetne egy ilyen vers mindenkineket veled főben. Én azt hallottam, hogy a Somodinak ajánlották a Csikának a tárcáját, de nem vállalt ő, a Falvavitós pedig, akkor ő lehetett volna a kormányban a szükséges plusz. Akkor még nem ilyen Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumnak hívták, amikor kineveztek egy új művelődési kulturális és oktatás, nem tudom, művelődési... Nem hozzád járjott, ne hízzám. Mindegy, a dolog lényege, ez egy nagyon jóra való egyetemi oktató volt, professzor, és nem mondom meg a nevét. Nem mondd meg, Henry. Nem mondom meg. Akkor kitra, jó, megmondom. Na, Ciberének hívták. Ó, sokat mondtál. Ennyit nem kellett volna az elárulni. Cibere egy kiváló, valóban kiváló egyetemi oktató volt, a Miskolci Egyetem nagy fellendülését köszönheti. Neki alapította meg, ha emlékeim nem csalnak. Ha emlékeim nem csalnak a jogikat. Elmentem hozzá, csináltam vele egy interjút, miután minisztert, és mondtam a miniszterről, én tudom, hogy a felső oktatásban otthon van, komoly eredményeket ért, de mi lesz a kultúrában? Ez semmi baj. Feleségem tavaly is vett bérletet a Miskolci Színházba. Otthon vagyok benne. Azóta tudom, hogy egy miniszternek kevés is elég ahhoz, hogy jól ellássa fel. Na most egy pillanat, de a Jokkenbauer nagyon jó barátom, Bajajban minden évben találkozunk, hihetetlen művetemben. Így Jokkenbauer. Úgyhogy vigyázzatok, hogy beszéltek velem. És azt tudjátok, hogy a Jokkenbauer tudta a hiti nyelven? Mire tudnánk? Van tahiti nyelv. Ez nagyon sok. Polinézia szakterülete. De most ezzel mire megy ezzel nálunk a dolog? Hát majd amikor találkozik a Kerényi Imrével meg a Babalcival, akkor próbáljuk meg polinézül beszélni. A 8. kerületben erős kisebbségben vannak a polinézők. Nekem csak az aggaszt, hogy kilukták az egyetemi tanárt, akkor már én sem lehetek államtitkár még egyszer, úgyhogy nekünk befelek. Bármi. Minden esetre, hogyha ott maradt volna, akkor fél árul megusszuk, nem? A Váci utcában ismertek azt az emléktáblát, ott a régi Váci utca elején a 12. Károly svéd király, innen lovagos Stockholm, még azért úgy nehezebb elkísérni valakit, nem? Jöjjön Kálmán utánam. Mennyi mindenre dumálhattam. Egyébként... Dakota lovon. Egyébként... Ez meg is? 12. Károly nem onnan lovagolt, hanem a... Figyeljen ő! Fekete tenger mellől lovagolt haza, és itt állt meg, mert itt volt egy postafogadó. Én ezt tudom, csak gondolom, egyszerűbben mondom el. 17 nap alatt tette meg az utat. Ilyen ő, ezt mi tudjuk. De jó, hát, hogy ezt elmondtad el. De jó. Hát épülünk azért miattatok, szépen épül, hál' Istennek. Nem, te nem onnan indult, hanem a
Kiskörút más. Én ezeket fölírom. Jövőre az M1-es és az M3-as után az M5-ös is belekerülhet az úgynevezett matricás rendszerbe, mondta Katona Kálmán közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter. Ezért kellett ugaszkodni a kormányba, hogy kiderüljön. Na várjatok, én nekem volt egy esetem a kocsival a múlt héten is. Milyen kocsi már? Milyen kocsi? Volt kocsi, várjál. A lavina ráesett és betört a szélvédőm. Ugyanennek a kocsival? Persze, most hát... Látod, kaptál tüzet, vizet, minden. Nem ezért mondom, hanem mikor a szélvédőt kicserélik, és akkor jutott eszembe, hogy hoppá, hát nekem rajta van az autópálya matricám. Járjuk Egerbe tanítani, oda járjuk nem a Havashoz, és telefonálok a Magyar Autóklubba, hogy képviseljék, hogy most mi lesz az én matricámmal. Azt mondták, hogy az M3-as nem hozzájuk tartozik. Mondom, hát akkor ez a belga autóklub, vagy kivel beszélek? Mondták, nem a magyar, de M3-as nem hozzájuk tartozik. Adtak egy telefont, a negyedik telefon, azt mondta a pasas, hogy ő kicseréli a matricámat, de hozzam be a matricát. Mondom, hát nem lehet, hát egy ilyen nagy szélvédő darabokat ölt. Aztán nem érdekes, hozzak be egy pici darabot belőle, amin van valami matrica maradék. Úgyhogy én ezt most behoztam, ez az, ami a Suzuki-mból megmaradt. Azért ez egy emlék. Itt a matricám. Jaj, de borzasztó az élet. A közönség szerint a legjobb tévéműsor a Heti Hetes. A díjat... Most akkor tessék elképzelni, hogy milyen a többi. A díjat az első ízben megrendezett Kamera Hungárián adták át. Köszönjük szépen. 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 Na jó, rendben van. Hol hallottam ezt utolját? Én is kaptam csütörtökön. Ezt hagyd mondjam el, gyerekek. Fölhívtak engem ma délbe telefonon. Közvetlenül utána, amikor... Tegnap előtt délben hívtak föl téged. Elkezdtem az egészet. Most itt szombat este van, téged tegnap előtt délben hívtak föl. Te hülye vagyok! Takartam! Ma felhívtak közvetlenül a farkashári robbantás után, és két öröm hírem is volt, hát ez az egyik, és a másik, hogy jövő csütörtökön én kapok egy közönségdíjat, nem mondom meg, hogy kik szavaztak, egy újságban jelent meg, és én nyertem, fölényesen kaptam a díjat, és második lett a Gálvölgyi. Tök mindegy, milyen nap van, de most jövök a várból. Ahogy valamilyen kravátli díjat adtak át, nem tudtam megvárni, mert ide jöttem, hogy én nyertem-e, vagy a Dávid Ibolya. Most itt vagyok. Gyerekek, van. Gyerekek, ha van igazság a földön, akkor a Dávid Ibolya. Mi az a kravátli? Nyakkendő, Miss Kravát, nyakkendő, ez egy horvát díj, gyerekek, horvát nyakkendő. Kormány díj? Kravát. Kaptam már előre egy sálat. De milyen amire... díjat nyert két ebb bajor, a bűzösség? Igen, ez az. Én még mindig itt tartok, hát. Egyik újság megszavaztatta a nézőket, hogy ki volt ebben az évben, hát a number one. És... embertelen utca hosszakkal, de minden. Én második a Gálvölgyi és harmadik a Kulka. Mászt is elmondom, tessék. Ez a sor, nem? Igen, és állítólag nem is tudtak manipulálni. Örülök, hogy annyival nem nyertem. Több szavazatot örülök, hogy nem nyertem. De anyádnak nincs hüvelygyulladása most? Szegény anyám, aki hajnalba főz neked, nem szégyeled magad? Hát attól még írhatja a levlapokat állandóan. Hát az a jó asszony, jó agya. De azért azt elmondom, hogy én... Mondd el, Jucsi, ne törődj! Beszorultál a várba. Beszorultam a várba. Ugyanúgy beszorultam, mint most néhányszor így közétek. Meg de beszorultam a várba. Mert nem tudtam, hogy az a kis nyomorult kis izé, amit valamilyen rendszer szerint ki kellett nyomnom abból nem a izé. Nem az a rendszer, nem az a rendszer.
Egész másról. De ez már két éve van ez a rendszer is, már két éve van. És de nem amiatt van két éve. De erről a rendszerről én nem tudtam, hogy van. Én majd erről sem tudtam, aztán mégis. Hogy... Eddig se sokat értettek ebből a műsorból, de most aztán tökert van. Akkor szeretném elmondani, hogy kivettem ugye ezt a izét, amire azt gondoltam, hogy valaki jön és pénzt kér, mert bementem a várba. Hát parkolni. De nem szoktam. És erre amikor szaladtam ide hozzátok, hogy itt legyek együtt veletek, akkor beálltam ez a vacakhoz. Mögém rengeteg ember gyönyörűen lemosott ellentétben az én autómmal, amit remélem így nem ismernek meg. Most már nem, mert már rég ég. Sok külföldi állt, és nem tudtam mit bedugni, mert nem tudtam, hogy azt külön el kellett volna menni. Ez rettenetes volt, nem tudtam kijönni, és futva hova mentem az utcán. A Hiltonba. Jó, de én nem is ott voltam. De akkor most már tudom, hogy te milyen díjat kaptál, te parkolási díjat kaptál. Ezen a héten, amikor a Szabó István meg Koltai Sutyi nyel Félix díjat, meg Eszterház az év ember, és akkor ilyen Bajor Gárvai meg díjakkal... Meg tudja a Jeszenszki, mert akkor elkezd nevetni. Kravátli díja. Fürge újabb szavazásán megévettem az el. Jól van. Belekötöttél anyámba, Pisten, soha nem kell. Most ezt tényleg elmondom maguknak, csak azért, hogy tudják... Rezső is írtam. Hajnali 4 órakor... Az anyám csinált neki egy húslevest, utána egy valami, nem tudom én, valami rántott csirkét kisütött. Nem az volt, hanem hajnali 4 órakor lehetett telefonálni a Bajorékhoz, 4-kor, mikor, hát ő már elvezette, de én még azt mondtam, bírtam magam, és akkor azt mondtuk, hogy megyünk. Rántott, én már nem mondtam semmit, te mondtál. Semmi kérünk, és az ő anyja, világdünemé, az fölkelt, és boldogan meg sütötte, mire odaértünk, már ott volt hajnali 4-kor a rántott, és nekem azt mondta, hogy hát nem baj, hogy nincs tejföl az uborka salátára. De a legborzasztóbb az volt, amikor a veremes azt mondta neki, hallott, hogy teljesen kész volt, kihavatlan, ott ült a konyhasztal, és akkor azt mondta a veremes, hogy na, ez így rendben volt, Juditkám édes, nas, nincs. Most jöttem rá, bocsánat, 15 év után, ugye a Verebes miért fedezte föl a Bajort? A hajnali vacsorákért. Te jó Isten, milyen hír. Ezt tudni, hogy te írtad. Hát ezzel nem bírtunk. Na, ez a kedvenc, ezt esküszöm a Csiszárnak talán. Ha ez jön a burgonyát? Na figyelj, ez figyelj. Hát te most lennézel. Erre most úgy készüljenek fel egy picit. Ordo Solani Tuborosi Szecseni Enzisz néven burgonyarend alakult Széchenyben. Hogy hívják, Jenő, ne haragudj még egyszer. Ordo Solani Tuborosi Szecseni Enzisz néven burgonyarend alakult. Érthető legyen, nem kell ordítani. Igen, ez szegényen. Ez lehetne ilyen egyszerű lazán. Ordo Solani Tuborosi Szecseni. Tehát azt akarod, hogy harmadszor is mondjam. Ja Istenem! Szólalkozik vele? Mindegy, ez annyira hülye hír, ezzel eljátszhatunk. De nem jutunk a végére, senki nem érti. Ők a barátaim, akkor az ellenségeimnek kell elképzelni. Na, mi a helyzet? Szóval, amely egyik feladatának tekinti a rendszeres Széchenyi Krumpli Fesztivál megrendezését. Világos. Na, hát azt csak megnyerem már, nem? Vagy... Megjelenés kemény kalapban és krumpli orrban. Bajor lett az első. Azért én hallottam Paradicsom Fesztiválról, és ezt tudod, abból áll, hogy így tunkolják a paradicsom, és lágják egymást. Képzeld, egy krumpli van. De volt tök fesztivál, és tudod, ki volt annak a... Képzeld, de tök kell ugyanezt. Kolbász Fesztiválról hallottam. Igen. Ki volt a tök véd? Aki a krumplinak is lesz a védnöke. Ki? Hát a tök és krumpli fejlesztési miniszter. Na, ébredjen! Ja, ennyi volt? Megnyomottak a krumplit. Mi nyomott meg? Hát mert ebben nincsen semmi különös. Szerintem. Vagy az van? Esélytelenek fegyvere a meglepetés, mondta Bicskei Bertalan szövetségi kapitány, miután Románia. Hát én aki értek a focihoz, hát ezért...
Én ezt rögtön értettem, azért be fognak szaladni a pályára, és azt mondják, buh! És akkor mindenki meglepődik. Azért mindig olvasom ezt a hírt. Miután Románia, Olaszország, Litvánia és Grúzia mellé sorsoltak minket a VB-selejtezőn. Hát ha az esélytelenek fegyvere a meglepetés, akkor nekünk egész fegyver azzal nálunk. De mi lesz itt a meglepetés? Hát azt, hogy a mi puskánk nem fog elsülni. Három nappal ezelőtt, de szép idő. Szerdán, tehát nem tegnap. Én néztem ezt a Valencia, Manchester United. Na látod István, na látod. Azt mondjátok, hogy mindig néztem a magyar filmekben, miért vágtatnak lassabban a lovak, mint az amerikaiak. Nem tudom, ki vettétek meg. Igen. Az amerikai így, így vannak a lovak. Magyar van így, tadang. Nem tudnak gyors. Elkezdődött a meccs, és 90 percig, mint az állatok rohadtak. Hogy csinálják ezeket a rohadtak? Hülyék azok. Hülyék. Futball után egy kis box. Na. Mindig a sport, azt mondja, a nehézsúlyú ukrán Klitschko 4,5 perc alatt védte meg profi Európa-bajnoki címét a magyar Erős Lajossal szemben, aki a Bild szerint ezért 100 000 márkát kapott. Erős menedzsere, Arena Alessandro, sokkalja ezt az összeget. Bobby Hilda azt mondta egyszer, kérdeztem, hogy Hildácska, mit kell csinálni a nagy olasz a közönség? Azt mondja, nézd ki a legmagasabb embert a teremben, ő néz a feje fölé 10 centivel, és gondolkoz egyfolytában a gázsira. Na most ez a szegény Erős is ezt csinálta, nem? Csak annyira megzavarhatta, hogy gondolkodott, hogy kiütötték. Egyszerre nem megy az. Van ilyen. Az nem egy bűn, hogy valaki gyengébb a másiknál. Itt van például ilyen. És majdnem 100 000 kap. Miért? Hát ha úgy vesszük, akkor te is most második lettél a bajornak. De milyen verseny volt ez? Gyerekek! Én tényleg gyerekek, imádom a közösséget. Ne úgy vegyük, hanem el lehet menni csütör jövő, amikor fölvett meg nem tudom, mikor van a műsorlag a felvétele. És ő az első. Hogy amikor majd... Majd lesz a díjátadás, el lehet jönni. Csak én nem tudok elmenni a díjátadásra, mert itt leszek vele. Menjen nyugodtan! Pista, itt én vagyok ezen. Ezen a versenyen csak ilyen piros kendősök indulhattak, ahogy itt elnézem. Én megértem a Gálvölgyit, mert azt mondom, hogy nem nyeri meg a versenyt. De hogy a bajor mögött másodiknak lenni, hát nem. Hát az Erős is második volt a Klitschko mögött. Ez így van. Gyerekek, ez olyan, mint hogyha a Csisza lenne a legjobb műsorvezető. Szóval annyira nonsens. Nem fél a fejébe. Na jó, persze, hát összevethetetlen a kettőnk, tényleg, mert én emberábrázolásért kaptam. $1,500,000 kártérítés. Igen, embert még nem látnak. Ne olvass állandóan, Jenő, hát beszélj meg. Jaj, Istenem. Egyen meg a telem az egész. A más nézőik, vajon Ivel Gálvölgyi János talkshow-ját látják. Az egészet nem értem. Így van ugye a WC. Így rajta van az a... Igen. De most akkor hova szorult be neki? Így csinált az ülök. Oh! Na de hogy kerül alá? Közben ráült. Fönhordta. Fölhajtotta és ráült. Milyen ország ez? Kanada. Tudom, hogy került oda. Na, ahogy rázd meg. Ne haragudjatok, hogy ezt el tudom képzelni. Ezt csak te tudod el. Ne haragudjatok. Végül is, ha belegondolok, hát tényleg csak kintom meg. Szóval van az, ami a vonat... Mutatom, ha akarod, tehát. Nem őttem, de így belehalom. Hát tanuljunk mi is, hát. Belehalom. Azt alig várom, hogy hazaérjek. Én kérdezik, hogy egy részén, deszkával együtt. Várjál! Na. Szóval úgy volt... Így van a klotyó. Hogy a vonaton is vannak ezek a lecsapódó izék. Tudod, így lötyög, amikor így megy a vonat, alul van a teljesen merev borzalom. És a hét törpéből egy, nem? És az így megy. Na most ez a szerencsétlen nyilvánvalóan így ráült ezzel a szín a menéstől az úgy
Úgy. És ez kíván a papsiával így elkezdte lenyomni, és nem volt még lenn, amikor az úgy becsúszott. Alá. De én például soha nem ülök le, ha tudnék hát. Egy farka lehet a palinak, az biztos. Ha várjál, komplikált. Nagy dolga ugyanis volt. Ezek úgy vannak. Nagy dolga. De jó, de nem elég, hogy nagy, de ilyennek kellett lenni. Várjál, de az is van, hogy az nem úgy van, hogy így körbe van, hanem mint a szarv. Érted, itt van egy kis... Hát az volt benne. Jó nagy szarv. Hát később. Nem győztél meg, Júci, de kipróbálom. Hát. Nem tudtam volna aludni, ha nem fejtem meg a dolgot. Hát a Pali sem tud. Ez mintha láttam volna a szemeimmel. Ez úgy van előttem. Hát egy hülye azért miért kell kártérzést követelni? Hát rájön azt, hogy jaj, mondja, és kész, ebben a dolog el van intézve. Azért, mert azt mondja, hogy neki fáj az fáj az útó. Ez már bennmarad. Mi van? Hát ha ráülnek, akkor fáj az. Nem. Ha ráülnek neki, és mi ez neki, mintha régebben jó volt, az most neki már ez fáj. Igen, olyan jó esetben így csinálod. Fáj közben neki, ha szeretnél intim helyzetben használni, és nem WC-n. Tehát, hogy írni akar, vagy valami. Tehát mostantól kezdve soha nem szorulhat be sehová neki, mert fáj. Sehová, így igaz. Mindegy, aztán visszajövünk, ne menjenek sehová. Ahogy ígértem, visszajöttünk a reklám után, azt gondolom, hogy akkor ugorjunk. Simicska Lajost megharapta a saját kutyát. A betárját! Ez az! Hogy van a kutya? De miért csak most? Miért most? Bízzunk benne, hogy be volt oltva a Lajost. Mondjál valami jót. De jó. A fővárosi ügyészség Kaja Ibrahim után most Josip Tot tanúkénti meghallgatását kéri jogsegély keretében a horvát hatóságoktól. Hogy meg Monte Cristo-ét, Robin Hood-ét, Fácia Negra és Fantomas, ezek vannak én. A hír még így folytatódik. A jól ismert cégeladási ügyben 1998. szeptembere óta folyik a nyomozás. Úgy volt, ugye, hogy ez a Schlech Csaba eladott egy csomó Fidesz közelinek mondott, még a bíróság nem döntött el, milyen céget ennek a németországi Kaja Ibrahimnak, meg a Josip Totnak. Az egyiket kikérték Németországban, csak az Horvátországban, de a Schlech Csabát miért nem kérik ki a Lendvai utcából? Én azt nem értem. Ez nagyon jó volt egyébként. A világ ifjúságának csak nem a fele tervezi úgy, hogy szilveszterkor szeretkezéssel köszönti a 2000. évet. Én felét vagyok felé. Egyem hagyjanak mindig! Egész éjszaka dolgozom. Én azonban otthon vagyok, és azt nem tudom, hogy Jordán Tamásik vannak meghívva, hogy ezek mit fognak addig csinálni. Én azt is tudom, hogy a világ fele kivel fog szeretkezni, a másik felével. Látod, azért mi ketten két matematikus vénájú ember, el vagyunk. Az hogy van, hogy lehet, mert csókolózni lehet, hogy ezek kocintani már elég nehéz. Már felesz, hogy kérdezik. Ezt mesélj el, Júci, tehát így van az ülőke. És közbe kocintanak. No. A házbizottság döntése alapján ünnepi ülésnap helyett ünnepséget rendeznek 2000. január 1-én a parlamentben. Inkább szeretkeznének, nem? Mellettem Hernádi Csicsolina ül. Ne haragudj, annyira! Viszont akkor nekem van egy kedves kötelességem, nem? Mire gondolsz? Jenő, te beteg vagy, fogd meg a magadét. De itt az a baj, hogy ez nem csak ülésnap lesz, hanem másnap.
Az orosz hadiflotta két parancsnoka ellen vádat emeltek, mert a vád szerint saját hasznukra eladtak egy orosz állami tulajdonban lévő teherhajót. Na és, hát mi? Ha volt nekik, hát mi? Volt olyan orosz állami tulajdonban, amit nem a saját hasznára adott el ott valaki, az életben volt még olyan. De azt tudjátok, hogy ezt évek óta nem ellapták, és nem vették éve. Észre, vagy öt éve, és nem vették azért észre. Azért nézek rád, mert egy ilyen pontos kérdés, mert te tudsz a leghülyében visszadni. Ja, jó. Na de Krista, a csatahajót lehet venni, akkor lehet majd csatát is venni? Lehet. Az is. Egyébként olyan történt, hogy azt hiszem elájulok. Hányszer? Erre a találékosságról jut eszembe. 94-ben, amikor kirúgtak a rádióba, mondtam a feleségnek, most elmegyünk a Szentföldre. Megnézzük eddig. Hát mikor menjen az ember? Hát ott a siratóval aztán. Lényeg, ami lényeg. Csúcsak az érzés. Lényeg. Lényeg, ami lényeg. Jeruzsálemben már megőrültem, két hét után nem tudtam újságot olvasni, és mondták, hogy van ott a Mondták, hogy a főtéren van egy magyar trafik, egy volt magyar újságíró csinált trafikot, ott lehet kapni újságot. Tehát mondjuk ilyen 25 ott éve. Árul a pár. Most azt mondod, hogy vettél egy magyar fórumot Jeruzsálemben, lehessem a székről. Ez 94-ben volt. Lényeg, ki voltam éhezve a magyar betűre. Bementem. Vettem egy 25 évvel ezelőtti nőklapját, 3 héttel azelőtti Magyar Nemzetet. És utána azt mondta a tulajdonos, Havasú drága, van itt valami. Ott is meg? Hát majd... de mi? Jeruzsálem! Hát! Várjál! Nem is én nyertem, tudod? Nem is én nyertem. Van itt magának valami, ez nagyon fog tetszeni. És kihozott egy kis keresztet kemény fából, és középen volt egy kis üveg, és azt mondja, hogy ez Mária kutyából a víz. Hát ez nagyon szép, gondoltam, elviszem a mamámnak. Van a neki csipkelődően, mondom, és honnan gondolta, hogy nekem pont keresztet kell adni? Azt mondja, nem mindegy, ha esetleg zsidó volna a vízmértéknek, akkor is jó. Hogy szeretik a leendő köztársasági elnököt? Jenő, ezt most a feletteségnek licszeres jelenést itt, azért nem megy, hogy a Hernádi kezd sokkal jobb lenni, mint a Gálvölgyi meg a Bajor. De holnap eladom az autómat. Az első 20-ban. Olyan nem értem, szépen, vadonatúj kocsia van a Jucinak. Nagyon szép. Jaj, tényleg! Gyerekek, én már szalonnát vettem, már csak meg kell rajta sütni. Hetedszer is hiába próbálta a NASA felvenni a kapcsolatot a 165 millió dollárba került Mars szondával. Pár hónapja a vörös bolygóra küldött előző Mars szonda fellövése is kudarcot vallott. Azért, mert vörös az a rohadt bolygó, azért. Szerintem. Én azt olvastam az interneten, hogy az volt a baj, hogy a fel Európába, fel Amerikába készült, és az amerikai az inchbe, fontba, meg yardba, ezt meg a Júcinak mondom elérték. De én ezt tudom. Az európaiak meg méterbe, meg kilóba. És gond nélkül úgy vették, nem, mint eltűnt ez a Mars szonda. Nem számoltak át. Egészet rá kell írhatni, hogy Josip Totla vagy a Kaja Ibrahimra, és a dolog el van intézve. Senki nem fogja kérdezni, hogy hol van. De képzeljétek el, azért ez borzasztó, hogy Houstonba ott ültek ezek a szerencsétlenek, és akkor ott volt a tervező, és akkor kellett volna ennek a szondának lassítani. És bazi gyorsan ment, és akkor odaszóltak, te figyeld meg, pillanatokon belül a legnagyobb krátert rólad nevezik el a Marson. A Fidesz elnöksége szétválasztaná a pártelnöki és a miniszterelnöki funkciót. Orbán Viktor támogatja az elképzelést. Úgy olvastam, hogy a Helmecit választják szét, nem? Baj van, nem értem. Az egy mértékegység, egy Helmeci. Az három csiszár. Jardba volt megadva, és... Olyan jól megy nekik, hogy Szabolcs-Szatmárban már két megyei szervezetük van. Szabolcsban, ott Nyíregyházban, amíg ott voltam, milyen békre volt. Kitettem a lábam és... Na jó, Pista, sugárzod a nyugalmat, ugye? Sugárzod te. Tényleg az volt, érdekes. Addig a pillanatig ott, abban a városban nem ették egymást a pártok. Legalábbis én nem, tehát ti sem hallottátok. Nem. Ne, te, hogyha elhallod, nem. Fölírtam a Bajort, mi van lent? Na, szóval nem ér. Pedig
Pedig napjában kétszer, háromszor is odaszólt, hogy hát, ha hallottam újabb, de nem, valóban. Na, Orbán Viktort hiába várták az MDF frakció ülésén. Balsai István frakcióvezető szerint torlódott a kormányfő programja, mivel elfelejtették, hogy egy órával előbb kezdődik a parlamenti ülés. Hát még nem jött bele. De most miért nézel rá? Hát, hogy olvasd a következőt. Így van, látom. Ja, jó. Dramaturgiailag mennyire fejlett érzéke van is. Jaj. Vujt Frutko titokba elvette a PVSK válogatott kosarasát, Zsolnai Gyöngyit. Csak én azon gondolkodom, hogy hogy fogják hívni? Vujtné, vagy Frutkóné, vagy... Mivel te kedvesed, ezt hogy fogják hívni? Csiszár Jenőné az jobb. Mindenesetre. De hogy hangzik a nemzeti sportban, hogy nagyon jól dobált Csiszár Jenőné? Mi a specifikum a kosaras nőknek? Magasak. Hát én nem tudom. Hát szépek, rugalmasak, gömbérzékük. Hát én ezt nem tudtam. De titokban. Abszolút titokban van az titokban van a nő. Mióta ígéred, hogy rakhatod a nullákat? Nem ígérgetem. Akadjál már le róla, nem ígérgetem. Jenő! Nem kéne elvenni, most már 40 évet is elmúltál, nem kéne elvenni már. Neked még nem volt feleséged, Jenő? Hát ez végre. Én az ország lakosságát hívom től most. Mindenki, aki bennünket néz, az most már... Havas tudja a telefonszámukat. Közösen intézzük el, hogy Csiszár Jenő megnősüljön. Igen. És egy utolsó kérdés. Ez a mi ország képünket nagyban növelni. Nagyban. Csak egy utolsó kérdés. Jenő, még azzal a kosaras lányal vagy? Mert arról nem tudom még. Írjanak e-mailt, meg levelet, és biztossák a Jenőt, hogy mit tegyen. Hátra elmegy Gyesre, és akkor... Egy észak-spanyolországi polgármester értesítést kapott a Guinness rekordok könyvétől, miszerint ő a világ legkövérebb polgármestere. A hivatalos méréskor a testes férfiú súlya 179 kiló volt, ám mostara már elérte a 185 kilogramot. Úgy fogsz te is járni, mint a Rabcsák. Én? Ő is csak második kiderült. Ja. De ez nem egy nagy hír, viszont nekünk van a legkövérebb Lászlónk, nem? A legkövérebb? Lászlónk. Ja. Annyira intellektuális. Ah, ő az első, hagyjad, már ő az első. De talán azért... Második alapság, nem tudták lemérni, mert akkor fel volt függesztve, nem? Jó. Rabcsák András. Mert van olyan, tudod, csak az jutott eszem, van az a mérőszer. A mérőszer az a... Nem, de bábszínésztől akartál venni egyszer? Mit mondtál? Bábszínésztől akartál venni? Nem. Jó. Nem akartam, menjek nem, oda. Nem. Na figyelj, szóval van az a hosszú, milyen méter az, tengely, ami kilópont. Be kell sírozni. Kilópontot mér, kilópont. Mert hogy az, tőlsz a magyarul ez a, és akkor elképzeltem a rakcsákot. Miket mutogatsz te, Jucci, ne alapítsd rá. Így, hogy a kilópont. Hagyjál még így, gondolj magad. De nem figyeled. Beszélj, mutogatsz, hogy megint rám fogják kezdni. Elképzelt, nem. Elképzeltem, hogy olyan nem marha magasan kéne azt a kilópont mérőt azt fölhúzni, hogy a Rabcsák valahogy tudjon alul még lógni rajta. Nem az a jó, amit mondasz, hanem ahogy mondod, az a jó. Meg ahogy elképzeli. Jó. Rabcsák András polgármester a Hódmezővásárhelyi önkormányzat fejléces papírján körfaxot intézett a sajtóhoz. Körfaxot, bocsánat. És ebben közli, hogy Túri József alpolgármester ellen nyomozást indított az APEC. A revizorok minden jel szerint éppen Rabcsák közérdekű bejelentése nyomán kezdték el a vizsgálatot. Hát most 8000 fölött van a Bux, már lassan bemondják, hogy mennyi a Rabcsák, meg mennyi a Túri, hát amit ezek egymással csinálnak. Azt mondják, hogy ezek valamikor nagyon jóban voltak. Bizony. Én is a Bajorral egy időben.
De Teddy, egy ilyen fejléces papíron néhány hete te is ott voltál. Pulitzer-díjas? Az is fejléces papíron. Igen, hát igen. Amíg a rendőrségén leírták azt, hogy Pulitzer, az egy darabig eltartott. A kravát is lesz egyszerű, ám. Hát azért neked nem is én nyerem van? Meg. Az a jó, hogy most kivégezzük ezt a díjat, mivel átadják nekik senkit. Á, engem már most se érdekel. Csinálom a reklámot szegény Iminek. Metró újságot szokták olvasni? Metró. Tényleg? Én életemben nem olvastam. Most kaptam. Ahhoz képest jó kikaptad a kezdet. 10 évesek színvonalán vihognak arra lesve, hogy verebes jelszavára drágárságot mondhassanak, ami az alacsonyabb szellemi színvonalú nézőkben vihogást vált ki. Na most én nem mondok semmi drágárságot, én csak a jelszót adom ki, és ti vagytok, akik ilyen ocsmány módon beszélnek. A f***a életben. Kiraboltak egy sex shopot Budapesten. A kár 150 000 forint, de a boltos és néhány ügyfél a tettes után rohant, aki 120 000 forintot elszórt belőle. Hát mert gumival ütötték a nyomát. Nagyon nehéz lehet egy ilyen ölnyi vibrátort így vinni. Pocsoklan ki, nem? Azon gondolkodtam ugye, hogy bement a pal és azt mondta, hogy pénzt vagy élveket. Én meg elképzeltem magamat, hogy milyen lehetett az a fegyvernek látszó tárgy. Sakba tartott a bennlévő. Jenő, mondd még ezt az összegeket. 150 000 forintot lopott, viszont néhány ügyfél és a tettes után rohantak, vagyis a tettes után rohantak, és néhány ügyfél és az üzlet tulajdonos rohantálása. Az összeget! Ja? Nem tudja ezt leki. 150 000, 120 000. Hát akkor teljesen világos, hát akkor csak az áfát vitte el. Nem, hát számolt ki, 3 műanyag mell kiesett az acskójából, az volt a 120. 36 kilót nyom az új terepszínű NATO-kompatibilis katonai menetruha golyóálló mellénnyel és 100 000 forintba kerül mellény nélkül. A ruházat átengedi a párát, ám vízálló és színtartó. A sereg végérvényesen szakít a tányérsapkával, és helyébe a bocskai típusú fejfedő kerül. Ez a terepszínű NATO ruha a bocskai sapkával, azért ez a design centerben azért ez egy csemege lesz a fábrinak. Engem ez a vízálló nem nagyon izgat, a tűzálló nincsen? Akartam már közbeszólni, de... Akkor ne is szólok. De a tányérsapka az a kimenő ruhához van. A terep színruhához soha nem volt tányérsapka. Így van. Idegesít. És miután soha nem kapnak kimenőt, úgyhogy az egyik fölösen... Mégiscsak én voltam katona de is. Meg honvédelmi is. Így van előttünk. Micsoda időszak. Az, hogy te katona voltál, az látszik is. Az egész intellektusodon úgyhogy... De azt mondja, hogy attól még a bocskai sapka nem illik az éhez a terepszínű. Az nem, az vett komolyan, az a magyar katonai hagyományokból következik. A kettő egymáshoz de nem mondom, érni. Hogy nem hordják egyiket a másikhoz, fogd föl. Ja, akkor csak sapka vesztelen, vagy pedig terepszínű ruha is. Úgy már ide. Úgy jó. Most jössz Jenőtem. Ezt a karsaival nem lehetne most megcsinálni jobb januárban? Azzal most ne hülyeskedjünk, Jenő, a maga vizsgái azok más. Azok is szomorú, nehéz dolgok, de... Ettől félek én úgyis. Na, menjünk. Hát nősülni kell a Jenőnek, gyerekek, vizsgálni. Ezek a heti ezt... Rohadt januárunk lesz. Jaj! Hát ez komolyan na, még a következő hírt igazán elmondhattad. Van még? Meg olyan jó lesz. Á, most már. Igen, telefonszámon 061-203-02-53. A levélcím az 1119 Budapest Sopron út 40. Az e-mail címünk pedig hetihetes@rtlclub.hu. Valamit mutogatsz? És a nézőket szeretettel meghívjuk majd Csiszár Jenő esküvőjére. Radnik, úgy gondolom, hogy sokkal, de sokkal biztosabb, hogyha az RTL Klub műsoránál maradnak. Következő szombaton megint csak találkozunk. Remélem, szombat este. Ugyanilyen hangulatban. Viszontlátásra!